Sziasztok, én Damien Dahlt vagyok. Ez a videóm egy top 10-es lista lesz, mégpedig a top 10 horrorfilm, amit a legjobban várok 2019-ből. Átnéztem, hogy nagyjából milyen horrorfilmek kerülnek bemutatásra jövő évben, és kiválasztottam azt a 10-et, ami a legjobban érdekel. Úgyhogy most következzen ez a lista. 10. helyen az In the Tall Grass című film áll, ami Stephen King és Joe Hill közös novellájából készülő adaptáció. A normális premier dátum még nem ismert, Vincenzo Natali rendezi a filmet, aki a eredeti kockát csinálta, illetve a Splice című filmeket, illetve Patrick Wilson az egyik főszereplő, és ugye ennek a történetnek a magas fűben a magyar címe a novellának, ami hazánkban is megjelent. Szerintem egy egész izgalmas novella volt, és érdekel, hogy vajon hogy sikerül belőle elkészíteni a filmadaptációt. Aztán 9. helyen a Zombieland második része, ami október 11-én kerül bemutatásra Amerikában. Az eredeti Zombieland című film, ha jól emlékszem, 2009-es volt, az nekem nagyon tetszett, szerintem egy nagyon jó kis zombis horror vígjáték volt, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, illetve Abigail Breslin főszereplésével. Minden négyen visszatérnek a folytatásba, ahogy a rendező is, és remélhetőleg egy ugyanolyan színvonalú, vagy talán még jobb horror vígjátékot fogunk kapni. Úgyhogy azt is várom, és érdekel, hogy milyen lesz. Aztán 8. helyen a Child's Play, vagyis a gyerekjáték című film remake-je áll, ami amerikai premier dátuma június 21-e. Az eredeti gyerekjáték szériát azt szeretem, mind a 7 film tetszik valamilyen szinten, és várom, hogy vajon milyen lesz a tévésorozat, ami készül ezekből a filmekből. Ugye lesz egy tévésorozat folytatás, amit még az eredeti alkotó Don Mancini készít, de ugye mindemellett elkészült a eredeti filmnek a remake-je is, ami független ugye az eredeti szériától, aminek igazából sok értelmét nem látom, főleg úgy, hogy még tart az eredeti széria. De hát, hogyha már elkészül, persze, hogy érdekel, hiszen szeretem az eredeti filmeket, úgyhogy ez is érdekel, és erre is kíváncsi vagyok, akármilyen is lesz. Aztán a 7. helyen a The Gallows második része, aminek a premier dátuma még nem ismert. Ugye nálunk Akasztófa címen jelent meg ez a film DVD-n és Blu-ray-en, ami egy found footage kísértett film volt. Én szeretem a found footage filmeket, és szerintem ez egy nagyon hangulatos kis kísértett horrorfilm volt, remek helyszínnel. Persze ez nem egy olyan film, ami nagyon nagy közönségkedvenc lenne, de nekem tetszett, és éppen ezért érdekel, hogy milyen lesz a második rész, amiről egyébként nem igazán tudok semmilyen információt, hogy miről szól, hogy konkrét folytatás lesz-e, vagy teljesen más történet. Egyelőre még semmi nem derült ki számomra erről a filmről, de attól még várom. Aztán 6. helyen a 47 Meters Down második részával és a 47 méter mélyen, aminek The Next Chapter az alcíme, ami ugye magyarul a következő fejezetet jelenti, de ez egy eléggé átlagos alcím. Június 28-án kerül bemutatásra az amerikai mozikban. Ennek az első része tetszett, egy nagyon jó kis izgalmas, cápás horrorfilm volt. Eleve szeretem az állatos horrorfilmeket, azon belül pedig a cápás horrorfilmeket szeretem a legjobban. Úgyhogy persze, hogy érdekel engem ez a film, és főleg így, hogy tetszett az első rész. Az első trailer már kijött, ez a film, ez az megtekinthető. És hát ugyanolyan hasonló stílusnak tűnik, úgyhogy érdekel ez is. Aztán 5. helyen a Rabid, vagyis a Veszett című filmnek a remake-je áll, aminek amerikai premierről nem találtam információt, viszont Angliában március 25-én fog debütálni DVD-n és Blu-ray-en. Úgy látszik, ez a film elkerüli a mozikat, legalábbis az Egyesült Királyságban. Hogy Amerikában mikor lesz, azt egyelőre nem, ugye nem tudom. És ugye David Cronenberg filmjének a remake-jéről van szó, amit a Soska nővérek rendeznek. És a Soska nővéreknek a filmográfiája egyelőre nekem eléggé tetszik. A Dead Hooker in a Trunk szerintem egy szórakoztató horror vígjáték volt. A Seen No Evil második része egy nagyon jó kis slasher lett, ami nekem tetszik. De leginkább az American Mary című filmük tetszik a legjobban. Szerintem az egy nagyon jó film lett. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mit hoznak ki a Rabbitből. Remélhetőleg nagyon jó lesz, hű lesz az eredetihez, és nem rontják el. Aztán a 4. helyen még egy Stephen King adaptációval, mégpedig a Pet Sematary, ami április 5-én kerül az amerikai mozikba. Ugye a kedvencek temetője, amiből korábban már készült 2 film. A regényt olvastam, szerintem nagyon jó a regény, az eredeti film is tetszik, meg annak a folytatása is, és kíváncsi vagyok az új filmre, a film előzetes alapján elég hangulatosnak tűnik, úgyhogy remélhetőleg ez is jó lesz.
Aztán a harmadik helyen a Happy Death Day to You, vagyis a Boldog Halálnapot második része áll, ami február 14-én kerül az amerikai mozikba, és ha jól tudom, akkor nagyjából ekörül kerül be hozzánk is, a magyar mozikba. Az első rész szerintem egy nagyon szórakoztató horror vígjáték volt, mi ez a nap újraélős sztoria van ennek a filmnek. Szerintem jó volt, nekem tetszett, tényleg nagyon jól elszorkoztam rajta, úgyhogy persze, hogy érdekel a folytatás, és az előzetes alapján még inkább megkavarják az egészet, és egy nagy agyban és ezt az egész, de remélhetőleg a jó értelemben. És hát ugye visszatér az első résznek a főszereplője, meg több másik mellékkarakter, és az elsőből konkrétan belelépünk az első résznek a sztoriába, és tényleg még jobban megkavarják az egészet. Egyetlen negatívum, amit inkább fel tudnék hozni az a filmhez, hogy szerintem nagyon vérszegény volt, tehát az a sztori, amit kitaláltak a filmhez, az alapján szerintem is lehetett volna sokkal fantáziadúsabb és véresebb gyilkosságokat is megoldani, belerakni a filmbe, csak hát ugye a alacsonyabb korhatárbesorolás miatt ezt nem tudták megoldani, de remélhetőleg a fantázia része a dolognak emelkedik a második részre, még hogyha nem is lesznek véresebbek a gyilkosságok. Aztán a második helyen az Annabelle harmadik része áll, aminek egyelőre még nincsen alcíme, mivel az Annabelle 3 az már a Démonok között univerzumnak a hatodik darabja lesz, és július 3-án kerül az amerikai mozikba. Az Annabelle első rész szerintem a leggyengébb ebben az univerzumban, viszont a második rész, amit a Lights Out rendezője készített, szerintem sokkal jobb lett, annak tényleg már van egy jó kis ijesztő hangulata, és azt tetszett az a film, és a Démonok között első két része is tetszik, és végülis az apácát sem mondanám a rossznak, az is tetszett valamilyen szinten. Úgyhogy szeretem ezt az univerzumot, Jameson szerintem nagyon jó horrorfilmeket csinál, a Démonok között egy-kettő az tényleg nagyon jó lett véleményem szerint, úgyhogy persze, hogy érdekel, hogy mit hoznak ki az Annabelle harmadik részéből, amiből visszatér a Démonok között egy-kettőből Patrick Wilson és Vera Farmiga, ami szerintem már is egy nagy pozitívum. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá, és remélhetőleg tartja minimum az Annabelle 2-nek a színvonalát. És végezetül első helyen a listán a harmadik Stephen King adaptáció, az It második része, vagyis az Az 2 áll, ami szeptember 6-án kerül az amerikai mozikba. A regényt olvastam, szerintem egy nagyon jó King könyv. Az eredeti tévéfilmet láttam, az nem volt a nagy kedvencem. Illetve most, hogy a mozifilmnek az első részét is láttam, az nekem nagyon tetszett, szerintem nagyon jó volt a hangulata, meg minden. Úgyhogy várom a folytatást, és ugye a pletykák szerint lesz harmadik rész is, hát majd meglátjuk, hogy hogy csinálják meg a másodikat, illetve hogy hogy teljesít. De lényeg, hogy nekem tetszett az első, szerintem egy egész jó adaptáció volt, bár még ugye így is nagyon sok minden kimaradt a könyvből, de hát remélhetőleg a másodikban ezt bepótolják, ezeket a hiányosságokat, és egy nagyon jó horrorfilm lesz az elsőhöz hasonlóan. Nos, hát ez volna az a 10 horrorfilm, amit én a legjobban várok a következő évből. Persze, biztos vagy benne, hogy még rengeteg olyan horrorfilm lesz, ami felkelti majd az érdeklődésemet, illetve rengeteg olyan, amit még nem is tudunk, hogy bemutatják 2019-ben. De egyelőre tényleg ez az a 10, amit a leginkább várok, ami a legjobban érdekel. Ha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Továbbá követhettek Facebookon, Twitteren, Instagramon. Ha szeretnétek valamit kérdezni, vagy megírnátok a véleményeteket, akkor ezt megtehetitek a videó alatt hozzászólásban, illetve írjátok meg, hogy nektek melyek azok a horrorfilmek, amiket a legjobban vártok következő évből. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!